Köszöntöm Önöket innen a Győri Nemzeti Színházból. Hónapok óta a teátrum a múlt hét végi Portugálára készült, hogy a 9 évhez méltóan nagy boldogságban ám, de mégiscsak szomorúsággal búcsúztassa el a színház történetének eddigi legnépszerűbb darabját, a Portugált. A nyílt nap örömeiről két hét múlva képes beszámolóval jelentkezünk, de mai műsorunkban is csak a büszkeségekről lesz szó. A Jézus Krisztus Szupersztár Aranykotta díjáról, az évad legjobb előadásáról, a primadonnákról, és beszélgetünk a közönség kedvencével, akit Önök a legjobb színésznőnek választottak, Janis Évával. Tartsanak velünk ma is! Legjobb új vidéki musical produkció. Ebben a kategóriában lett tavaly nyertes a Győri Teátrum Jézus Krisztus Szupersztár című előadása. Erről műsorunk nézői hallhattak már korábban a darab rendezőjétől, Forgács Péter igazgatótól. Az ezért járó Aranykotta díjat a Viva la Musical internetes portál képviselői nemrégiben adták át a Szuper Produkció utolsó győri előadásán. Mi is ott jártunk, következzenek tehát a boldogság pillanatai, mindeközben pedig felidézzük a tavalyi beszélgetés részletét is. Ezek a boldogság pillanatai. Készül a közös fotó a Jézus Krisztus Szupersztár utolsó győri előadásán. Egy újabb mérföldkő a társulat életében, hiszen a darab tavaly a legjobb új vidéki musical produkció kategóriában lett nyertes. Az Aranykotta díjat a Viva la Musical internetes portál képviselőitől a májusi 40. búcsú előadás után a társulat nevében a rendező, Forgács Péter igazgató vette át. A közönség szavazhat az interneten, neten keresztül, és a közönség egyértelműen az év legjobb musicaljének választotta a Jézus Krisztus Szupersztárt, és ez a legfontosabb, hogyha a közönségnek tetszik, akkor az a lényeg. Persze, hogy vérzik a szívem, mert borzasztóan jó előadás. Én szerintem egyik szakmai csúcspontom, amit úgy gondolom rendezésileg. Úgyhogy ilyenkor levenni, elengedni a legszörnyűbb dolog. Andrew Lloyd Webber még csak 22 éves volt, amikor 1970-ben bemutatta második rock operáját, melyet Tim Rice-szal közösen írt. A Jézus Krisztus Szupersztár azonnal óriási sikert aratott, és a londoni premiert követően a világ több színpadán is bemutatták. Amikor az alkotókat a darab témaválasztásáról kérdezték, ők rendkívül egyszerű magyarázattal szolgáltak, nagyszerű sztori a bibliai történet, mondták. Győrött a Jézus két évadot élt meg. Tavaly nyáron a budapesti közönséget is meghódította a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, mint a legjobb új vidéki musical produkció. Ez egy összetett mű, ahogy korábban a rendező, Forgács Péter igazgató fogalmazott, minden együtt volt, hogy elnyerje a közönség tetszését. Kiemelkedőek az énekes, színészi alakítások, a kórussal kiegészülve, nagy zenekari kísérettel. A tánckar munkáját Kovács Gergely Csanád koreográfus fogta össze, nem beszélve a győri színpadképről, mely önmagáért beszél. Nos, ennek a komplexitásnak jártunk utána még tavaly. Ezen a színpadon született meg a Jézus Krisztus Szupersztár. Na most, ugye hát ezt mindenki látta, aki látta, hogy micsoda páratlan viga díszlet, és hogy milyen szép. És attól, hogy ilyen nagy, és ilyen monumentális, és ilyen szépen bevilágított volt, ezért a szigeten például még talán jobban ült, mint itt, mert annyira oda be lehetett sajtolni, hiszen kompatibilis volt a színpaddal, és borzasztóan jól mutatott, körbenőve a zöldek is, meg mindent, tehát nézők ráláttak, úgyhogy nagyon jól nézett ki. Milyen paraméterekkel rendelkezik ez a színpad? Mi az, amit tud? Hát, ilyen erősségei? Talán azt mondhatnám, amint állunk, ugye látjuk körbe a forgónak a nyílását. Tehát nem véletlenül van, ugye ez így leragasztva, ezek le vannak ragasztva, jelzés, hogy ott találkozik, tehát ennek ott kell állni, azért, mert mondjuk ha rajta van egy díszletelem, akkor nem foroghat tovább, mert akkor már csárén áll, azzal van bejelölve, hogy ott. Uh-huh. Na most ez a forgónak az egyik nagyon-nagyon-nagyon nagy találmánya, hogy le tud süllyedni a mögötte lévő cella, és ahogy lesüllyed, ez a forgó még hátra is tud menni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. És hát borzasztó nagy a körébe a forgónak, 13,5 méter, ha jól tudom, tehát azért erre föl lehet pakolni sok mindent, aztán vannak olyan egyéb kütyüjeink, mint az elektromos joystickos kocsi, amire föl lehet tenni különböző, tehát akár egy hatalmas díszletet is, és kívülről irányítják, és így bemegy a díszlet. Jött egy bőszvad tömeg, sok ütni készökön,
áldás és durva nép, és megrohanták mind, és itt megszakadt a kép. Ennek az a lényege, hogy ugyan van zsűri, úgymond szakmai zsűri, de a lényeges az, hogy a közönség választja ki a legjobb műzikált. Hát most nagy örömünkben magasan a Jézus kapta meg, és hát a másik az, hogy a Fejszis Attila, aki benne játszik, színművészünk, ő is nagyon kiemelt dicséretet kapott. Poncius Pilátus tényleg. Így van. Azt tudom és azt látom, hogy rendkívül jól alakítja a szerepet, és nagyon tetszik, amit csinál, és tényleg ezekben a zenés darabokban, de nem csak ebben a prózaiban, és nagyon-nagyon-nagyon nagy fejlődésre ment most már keresztül, mondhatom azt, az egyik vezető színészünk. Miért ilyen nagy a siker ennek a musicalnek, hát szerinted? Nyilván, nézd, nyilván van egy tradíciója, nyilván ugye, hát 1969-ben íródott, 70-ben mutatták be, hát az ott eltelt immár 45 év, ha jól számolom, és még mindig a mai napig a világ sok országában játsszák. Hát nyilván a témája az a legfontosabb, de hát maga a zene, ami hát azt gondolom, hogy a musical irodalom szinte a legnagyobb, legjobban megírt zeneileg műve, a Weber által megírt műve. De úgy az egészébe komplexitásában lehet nézni, hogy milyen jó, mert ugyanolyan, mint mondjuk a könnyű zenében a Beatles, az a mindig is marad. Ugyanúgy a Jézus Krisztus se fogják soha levenni a palettán. Csak feltűnés nélkül, se hátok, se fegyver, arcátlan pickó, aki tőlünkre fél. Gyöngeség tőlünk, hogy megtűntük eddig, a véletünk rajongóhat, bajkozhat mi. Én azt látom a színpadon, amit elképzeltem. Tehát én maradéktalan azt látom. Tehát amit elképzeltem, az ott úgy is van. A napokban töltötted be a születésnapodat, Isten éltessen, köszönöm. Akkor vehetjük úgy is, hogy ez tulajdonképpen egy rendező vagy színész számára, egy igazgató számára lehet akár egy születésnapi ajándék is? Hát persze, hát mindenképpen az, mert az már jelent valamit, hogy átvisszük, áthoztuk már erre az évadra is. Meg nekem ez a rendezésem a Sakk után talán a legjobb musicalekben. És hát igen, lehet ez egy ajándék is, meg az az ajándék, hogy a Szigeten 6000 ember látta, és azért ez nekem nagyon nagy dolog, és a mai napig beszélnek róla. A Sakk, a Jézus Krisztus Szupersztár és a Beatles.hu után a Győri Nemzeti Színház egy újabb nagy dobással készül a következő évadban. Forgács Péter rendezésében tűzi műsorára a Dr. Zsivágó európai ősbemutatóját. Kedves nézők, ne feledjék, tart a bérletvásár. Kövessék a Győri Nemzeti Színház bemutatóit szeptembertől is. Sikert sikerre halmoz a Győri Nemzeti Színház, köszönhetően a közönségnek. Tapsdíjat kapott a Primadonnák, mint az évad legjobb előadása. Janis Éva lett az idei legjobb színésznő, Maszla István pedig a legjobb színész, Gyöngyösi Katalin pedig életműdíjat kapott. Elkövetkezendő műsorainkban, kedves nézők, a díjazottakat szólítjuk meg, kezdjük is a sort Janis Évával. A közönség szeretetéről és megbecsüléséről beszélgetünk az idei évad legjobb színésznőjével. Fiatalkoromban Szegeden gyakran voltunk közönségdíjasok, mert ott az volt, hogy nagyon sokféle közönségdíj volt, a taxisok, a ruhagyár, stb. És minden színésznő olyan boldogan mehetett haza évad záron, mert nem egy díjat osztottak, hanem többet. Most sajnos már a mi világunkban egyre kevesebb ilyen díj van, úgyhogy nagyon örültünk, amikor ez megalakult pár éve, és hogy most én is megkaptam, ennek meg pláne örülök. Amikor Szegeden kaptam a fiatalkori szerepeimre a közönségdíjat, akkor nyilván azt a naíva, komikai vénával megáldott naíva figurát, most pedig ahogy átváltottam, amiről már múltkor beszéltünk a szerepkörömbe, a dadús, az idősebb, most egy gyermeklelkű, saját koromban lévő, de gyermeklelkű
lelkű amfuszát próbálok valópéteni. Tehát, hogy ezeknek is megvan a jogosultsága. Tehát az írók egyre kevesebb női szerepet írtak időskorban, de ami van, annak nagyon örülünk és élünk vele. A középkorú színészekkel, a férfiakkal vagy a nőkkel bánik mostohában a drámairodalom, akár a magyar vagy... Értem, hogy a férfiaknak jobb. Hát vedd csak például egyedül a Hamletet, hogy van egy fiatal Ophelia, egy Gertrudis és a többi, mint férfi. Ez csak egy példa, de hát akármelyik darabot nézed, így van. Tehát a nőknek nagyon meg kell becsülni, hogyha idősebb korban jut egy-egy jó falat. Ilyen módon tehát a dadús vagy a mostoha szerepkörrel már megbarátkoztál? Nem, imádom. Tehát fiatal koromban, amikor vizsgáztunk a főiskolán, akkor úgy volt, hogy Huszti Péter az egyik felvonásban a lányt osztotta ránk, a másikban a lány anyját, tehát már egész fiatalon megszoktuk azt, hogy milyen jó, sőt, nagyon kihívó feladat az, hogy egy idősebb karaktert eljátszani. Tehát én ezt mindig is szerettem. A közönség szeretetét te hogyan érzed, hogyan értékeled a mindennapokban, hogyan találkozol ezzel, mondjuk ebben az évadban, megkeresnek? Most például ebben az évadban voltam a suli bérletben, a császár kezében, szintén ilyen dadusszerű, inkább szakácsnő, de hát a fiatal fiúnak a sorsát is úgy egyengettem, és a tanárnénik azokon a poénokon nevettek, amik ilyen felnőtt humorok voltak, a gyerekek meg egyéb ilyen jobban érthetőkön, és kaptam Aranyfilc tollal írt rajongói levelet, úgyhogy a gyerekek is kezdenek megismerni a suli bérlet keretén, úgyhogy ennek nagyon örülök. Visszatérő szereplője vagy Kszel Attila darabjainak. Miért szereted ezt a fajta társulást, vagy ezt a fajta játékot, amit Kszel Attila nyújt a színészeinek? Most ebben a szerepben is, amit a császár kezében játszottam, egy picit rám formálta, egy ilyen életvidám szakácsnő voltam, és azt mondta, hogy picit átfolyatja ezt a vonalat a aranydarabba, amit ír, úgyhogy ennek örülök. El fog utazni oda, ahol Arany élt, és majd megpróbálja úgy ötvözni, hogy beleférjen a figurám. De ez jó azért, hogy a rendező ilyen módon gondolkodik a színészéről, tehát hogy alakítja ritka, a szerepet. Tehát ez például velem még csak akkor történt meg, amikor a Június című darabban volt egy kisebb jelenetem, és akkor Egressy azt a torna jelenetet olyan Janis Évás vidámra alakított, amikor megtudta, hogy én leszek. Tehát ez nagyon ritka, és ezt nagyon meg kell becsülni. Nézzük akkor ezt az évadot, ugye most próbáljátok Valló Péterrel a Farkasok és bárányokat. Valló Péterrel már dolgoztál 2 évvel ezelőtt a Windsori Végnőkben. Mesélj egy picit erről a próba folyamatról, akár a Nemzet színészével, Almás Évával, akár pedig ugye a Kossuth Díjas rendezővel, Valló Péterrel, milyen most az együttes munka? Gyerekként, gimnazistaként nagyon sokszor megnéztem Almás Évát a Modern Színházban, és volt a régi Módi történetben, úgy több évig néztük, több éven keresztül. És azt, hogy én most vele játszhatom, az az ajándék, az a leges, legnagyobb díj a közönség díj mellett. Éppalit! Annyira boldog vagyok, hogy erre tudom, mit kockáztatott. Még mindig az a régi nemes repülőlovag. Én nem kérdezem meg, hogy miért jött vissza Párizsból. Nem Párizsból jöttünk. Én nem kíváncsiskodom. Berlinből jöttünk a kollégával, de erről nem szabad hangosan beszélni. Annyira örülök, hogy itt van. Az első viszontlátás. Nehéz percek. Vagó Bercivel ez a balerina, ez úgy alakult, hogy azért úgy alkatilag tényleg a 30 év alatt megváltoztam, és hallottam, hogy bent beszélget a Gáspár Sándor művész úr a Ungvári Istvánnal, hogy hát ez Janis, hogy megváltozott, milyen más mellett, és kiszaladtam, hogy mondták, hogy ilyen vékonyka voltam, a aladinos balettcipőmért, és visszamentem a balettcipőmért, és nekik annyira megtetszett ez, hogy én ezt humorral fogadtam, hogy így úgymond kritizáltak, hogy ez így benne maradt, tehát, hogy magamat is kigúnyolom, ha kell, tudod, mint Cyrano a nagyórát. Látott már ilyet? Láttam. És? Maradt! Tudja, mi ez? Ne várja, hogy kimondjam! Ez a legféltettebb kincsem. Minden férfi ezt mondja. Maga mire gondol? Arra, amire maga. Vagyis? Ne provokáljon! Azonnal váltsa meg a vonalat, vagy az átszállót! Majd, ha rendesen fel lesz öltözve. Nézze, bevallom, harisnya nincs rajtam. A délutáni nagy hőség miatt csak zokni. Na ugye, hogy bevallja? Mit vallanék be? Tovább. De kombiné, van rajtam, sőt, bugyi és melltartó is, délbe vettem fel, pontosan emlékszem. Nézze, telik, én szeretnék hinni, de nem tudok hinni magának. Aki már egyszer füllentett, az könnyen meg lehet, hogy másban is azt tesz. Több mint 20 éve vagy a Győri Nemzeti Színházban. Élmények, tapasztalatok, amik meghatározok a te életedben, és összeköt a színházzal. Most egy másik nemzetszínészét, a Király Leventét említeném meg,
aki Szegeden van és nem szerződött Pestre, bármikor is hívták. Én játszottam itt-ott ilyen szexárd, szarvas, voltak kísérleteim, de azt mondta Király Levente, és igazat adok neki, hogy nézd meg, hogy jönnek hozzánk rendezők, jönnek hozzánk színészek, és hűségesek vagyunk ahhoz a színházhoz, és szeretjük a csapatunkat, és mégis most tessék, itt van nekünk Valló Péter, aki emlékszem, hogy nem rossz értelemben, de így voltam a férjemre, hogy dolgozhatott vele Kaposváron is, és most itt van. És akkor itt van Almás Éva, tehát, hogy hiába vagyunk egy helyen, egy csapatban, immáron 20 éve, mégiscsak jönnek hozzánk, és dolgozhatunk velük. Erről beszéltünk már de Ildikóval kapcsolatban is, hogy ti olyan jelenség vagytok, hogy odafigyeltek a környezetetekre. Erre van igény? Tehát visszajelzésként, tehát a többiek, a színház tagjai ezt megbecsülik, hogy valaki egy állandó ilyen röpködésben van, vagy barátsággal, szeretettel fordul a másik felé, odafigyeléssel? Én azt érzem, hogy az a jó, hogyha megkérdezzük a másiktól, hogy hogy vagy, akkor nem az van, hogy már futsz is tovább, és nem hallgatod meg, és hogy mondja, hogy mi a gondja, akkor ha nem is tudod megoldani, de legalább elkezdesz gondolkodni azon, hogy kinek tudnék szólni, hogy azért valahogy azon segítsünk. Tehát azért van egy ilyen érintés, nem pedig az, hogy hogy vagy, és futsz. A Győri Primadonnák lett az évad legjobb előadása. Simon Kornél rendezése a Kisfaludi teremben nem először nyeri el a közönség maximális tetszését. A siker kulcsa a rendezésen túl Nagy Balázs és Járai Máté színészi alakítása, jutalomjátéka. A Primadonnákat önök a következő évadban is láthatják, de hogy a darab sikeréért hogyan dolgozik meg az egész stáb, annak jártunk utána még tavaly decemberben, és a takarásban ott volt Zoljánszky Alexandra is. Szörnyű indulónkból! Ken Ludwig története szerint két valaha szebb napokat látott Shakespeare színész elhatározza, hogy Hollywood felé veszi az irányt, ehhez azonban pénzre van szükség. Egy újsághirdetés nyomán, miszerint haldokló asszony keresi szeretteit, irdatlan vagyon forog kockán, elmennek a megadott címre, ahol kiderül, a keresett rokonok nők. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ebben az előadásban nem csak az a nehéz, amit a nézők látnak, hanem ami a háttérben folyik. Tehát ez igazán az az előadás, amit egyszer érdemes lenne hátulról megnézni. Ugye van az a darab, ami kifejezetten erről szól, hogy ugyanaz hátulról, tehát milyen az, amit a színészek a színfalak mögött csinálnak. Ahogy Shakespeare korában, amikor a férfiak játszották el a női szerepeket is, a Simon Kornél által rendezett darabban a két színész sem riad vissza attól, hogy sminkben, parókában és hosszú ruhában parádézzanak az idős hölgy kegyeiért. A színfalak mögött két öltöztető és két fodrás sminkes várja a színészeket, hogy pillanatok alatt nővé változzanak. Itt rengetegen dolgoznak azon, hogy mi időbe beérjünk a színpadra, elképesztő gyorsöltözések vannak, van, hogy másfél perc van arra, hogy tulajdonképpen férfiből nőbe, illetve nőből férfibe változzunk. Igazából ami legjobban megsínli, az arcbőrünk, mert ugye festék föl, festék le, úgyhogy minden tiszteletem a hölgyeké, akik ugye naponta ezt felkenik meg le. Hát mi egy előadás alatt legalább 5-6-szor átöltözünk, hol férfi, hol nő. Ugye ennek az is a nehézsége, hogy minden állott nap ugye az embernek borotválkoznia kell, tehát ugye egy pici borostát sem illik hagyni, ugye, hogyha az ember mégiscsak kvázi nőt játszik. És bár itt nem jó nőket játszunk, hanem tulajdonképpen bunfordi férfiakat, akik nőnek öltöznek, és amilyen jelmezük van, azt ugye magukra húzzák. Megkérjük kedves nézőinket, a szünet ideje alatt technikai okok miatt a nézőteret szíveskedjenek elhagyni. Megértésüket köszönjük! 8 darab gyorsöltözésem van a darabban, úgyhogy igazából ezért. Tehát van még egy ilyen darab, az Pemelott, amit a Madácsban csinál, akkor 5 szerepet játszom. Én imádom, mert hogyha egy darabon belül több karaktert lehet játszani, ez egy színésznek nem csak óriási kihívás, hanem egy nagyon nagy jutalomjáték is. És mondhatjuk azt, hogy Máténak és nekem ez a darab, ez egy óriási nagy jutalomjáték. Nagyon, nagyon nehéz fizikálisan, hiszen az elejétől a végéig folyamatosan a színpadon vagyunk. Annyi időre tudunk kikerülni a színpadról, ameddig villámgyorsan átöltözünk. Míg a félénkebb figurát alakító Járai Máté az első próba óta ragaszkodik a szemüvekhez, melyet egy kellékes adott a kezébe, a Kleopátrára hajazó Nagy Balázsnak többször ragasztanak műszempillát. Nem szeretem, mert összeragadt tőle sokszor a szempillám, és nem tudom rendesen kinyitni a szememet. Hát minden tiszteletem a nőké, akik ezt gyakran megcsinálják. Fogyó kellék, úgyhogy hogy igyekszünk. Igyekszünk hát nagyon, nagyon vigyázni. Amúgy is nagyon vigyázunk a hajakra, jelmezekre, meg mindenre. Nehéz egy kicsit, mert rengeteg a szöveg, rengeteg a történet, és nagyon gyors tempója van ennek a vígjátéknak, de igyekszünk. Az egész stábtól nagyfokú koncentrációt és odafigyelést igényel a gyorsöltözés,
Fontos, hogy mindenki ismeri a fordulatokat. Apró trükkökkel tudják az átváltozást segíteni, például a nyakláncokra patentot tesznek. A varródoboz pedig mindig kéznél van vészhelyzet esetére. Öltözés után a színész megjelenésén a fodrász dolgozik, akinek meg kell tanulnia sminkelni, maszkolni is. Kijönnek, elkezdődik a gyors öltözés, végül is ilyenkor van idő arra, hogy először felöltözzenek, és utána mindegyikőjük beül szépen a székbe hozzánk, és akkor mi elkezdjük őket kisminkelni, feltenni a parókát, és utána tudnak bemenni a színpadra. Stefani megszólalt itt nekem annyi év után! Tényszerűen hallottam, hát csodával határos! Gyorsnak kell lenni, igazából oda kell figyelni mindenre, mindent kikészíteni, hogy minden kéznél legyen, tehát nem szabad semmit elfelejteni, mert arra nincsen idő, hogy fussunk értük, tehát mindennek itt kell lennie. Na, ami a darabot illeti, két fontos szó. Mindenkinek megvan a dolga, tehát kerül rám a karperec, húzzák föl hátul a cipzárat, rakják rám a parókát, és az alatt, amit tudtam, azt én elsajátítottam, tehát hogy tudom gyorsan kihúzni a szemem, mert ugye abban bíztam, hogy veszek magamnak ott a kapkodásban, nem fogom kiszúrni. Például ugye ilyen dolgok is vannak benne, de tényleg le a kalappal mindenki előtt, aki ebben dolgozik, mert ez egy nagyon komoly összmunka, tehát egyik nélkül nem menne a másik. Jutalomjáték, tehát remélem nem fog nagyképpen hangozni, azt mondom, hogy ez a darab azért került bemutatásra, hogy a Balázzsal mi tulajdonképpen elbűvöljük a közönséget. Természetesen remek kollégák társaságában, akik nélkül szintén nem menne, de mégis azt gondolom, hogy ez a két szerep, két olyan színésznek, akiket így kedvelnek, mint bennünket így Győrben, egy igazi jutalomjáték, úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy imádom csinálni, és iszonyú sok energiát kapok. Egyébként nekem nem az első szerepem, amikor nőt játszom. Kifejezetten nőt, Lady Bracknell Bunburyjét játszottam Szegeden, ahol a rendező koncepciója az volt, hogy a két idősebb női szerepet azok férfiak játsszák, de nem azért, mert ott kiderült volna. Tehát nem egy ilyen átöltözés volt, ott tényleg végig nőt. És miután amúgy is van bennem egy feminitás, nyilván ez nekem nem okoz gondot, vagy nem tudom, de iszonyú jó kibújni és kikacsintani egy ilyen jelmez mögül, mert a közönség ezért borzasztó állás. Jaj, meg tudtok nekem bocsájtani? Köszönöm, Leo, te még ráérsz! Kedves nézők, mai műsorunk a díjak körül forgott. Szóltunk az Aranykotta díjas Jézus Krisztus szupersztárról, az idei taps díjazottakról, és faggattuk Janus Éva színésznőt, és ismét jártunk a primadonnák előadásán Takarásban. Két hét múlva már a portugál sikerével foglalkozunk. Ne feledjék, műsorunkat követhetik a Győrpusz rádióban, az interjúinkat pedig olvashatják a győrpusz.hu-n, illetve a Győrpusz heti lapban. Két hét múlva pedig újra itt várom majd Önöket a Győri Nemzeti Színházban. Műsorvezetőt a Rúzs öltöztette. Rúzs. Stílus, divat, elegancia. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.